Sziasztok! Örülök, hogy eljöttetek vendégségbe. Túl csöndes van. Az első dolog, amit akarok megmutatni, az a nyitom. Szóval itt nincs kulcs. Ehhez van egy ilyen nyitó. És ezt hozzá, és így kinyílik. Gyertek be! Oké, kezdjük is a konyhából. Szóval már tudjátok, hogy mit dolgozok. Fényképeket csinálok, ilyen utazási fényképeket, meg ilyen architecture épületek. Stock képeket. Például mész egy bankba, és látsz valami fényképeket hátul, vagy valahol kör újságba. Ezek mind stock fényképek. Ilyeneket csinálok. Viszont el nem tettem, hogy akarok kezdeni nem csak utazási, mivel most koronavírus miatt nem nagyon lehet utazni. Kellett volna mennem egy hónapra Magyarországra és Németországba, utána egy hónap Párizsba, utána egy hónap Thailandbe, de mindegyiket kellett bezárnom, és ez lett volna nekem munka. Szóval nem csak utazás, hanem munka is. Úgyhogy mikor elköltöztem, döntöttem, hogy akarok tágítani a fényképeket, amiket csinálok, és elkezdeni csinálni kajás fényképeket, mert minden receptes blogok, magazinok, ők általában, itt egy nagy titok, általában receptkönyvek, ők vesznek egy fényképet, olyan embertől, mint én, szakfényképet, és hozzáírnak valami receptet. Például, itt egy recept, ez a kép. Valaki ezt a képet otthon megcsinálta, és ez a könyv tőle megvette. És csak hozzá itt a receptet. Na mindegy, az lényeg, hogy munka miatt választottam ezt a konyhát. Akartam, hogy legyen sok fény, és sok hely, ahol lehessen dolgozni cuccokkal, és jól is nézzen ki, mert valamikor videót csinálok nektek. Menjünk a turnéra! Először a konyhám! Közben megiszok egy ilyen cuccot, ez egy ilyen immunity gyömbér, meg cayenne pepper, szóval ez elég csípős lesz, és ez egy shot, hogy ezt rögtön meg kell inni. Félek tőle. Egészségetekre. Szörnyű, viszont nagyon-nagyon egészséges. Az első dolog, ami akarok mutatni, hogy itt hátul van egy lámpa. Szóval itt van egy ilyen hot sauce üvegek, hogy ezek ilyen csípős szószok, amit imádok. Ez mindig kell, úgyhogy itt tartom, és nagyon nehéz. Van hagyma, később fogok csinálni guacamolét. Itt vannak pár ízesítők. Én mondjuk szeretném, ha itt nem lenne semmi, csak gépek, de itt nem nagyon van hely, mert már mindent elfoglaltam. Aztán itt hátul vannak szirupok kávéhoz, itt egy Turmix, Vitamix a legjobb, aztán itt van egy espresso gép, ott tud darálni, és itt csinál kávét. Az is nagyon tetszik, hogy a háttér ilyen kicsit ilyen üveges, hogy nem sima egyszerű, mert általában sima egyszerűek. Ez volt az egyetlen vízforraló, amit találtam, ami üvegből volt. Aztán nézzük meg fent, itt vannak boros poharak, sima poharak, és fent ilyen sütő cuccok. Tün-tün. Elég sok szekrény van, de nem minden fér oda. Odáig például fel se tudok nyúlni, kb. Idáig érek fel. Itt is sütési cuccok, aztán van egy nagyon jó... Mi ez? Mikro? Mikro! És egy sütő, ez egy tök klassz sütő, mert hozzájött egy ilyen, amin csinálnak a pancakes, ezen csinálnak a palacsintát, de van alatta is olyan, úgyhogy van itt öt darab ilyen. És itt tudsz beállítani, hogy mit akarsz. Aztán itt vannak többi dolgok. Minden, ami fontos, itt van, ott a kapcsoló a lámpához. Szóval nélküle is jól néz ki, de videón így jön sokkal szebb valamiért. Itt vannak kések,
Ez nem minden kés, ez csak egy pár kés. Show, a bors hiányzik. Kávé, ez vettem egy újat, ilyen szürkét. Feketét akartam, de szürke mindenhez illik. Aztán tudod, milyen időszak van. Avokádók, mert csinálok guacamolét később. Mögötte van pár pia, és ilyen dolgok, amit el akarok majd valahova tenni. Csak olyan találtam helyet. Aztán itt vannak pár snacks, ha valamit akarok csipegetni, ez egy német, tök jó. Itt fent vannak poharak, meg más dolgok. Ez egy kis turmix, ez egy habverő. Itt vannak glass, ilyen üvegből cuccok. És amikor télhez jó, mert én sok csinálok olyan thinking videókat, ahol amihez sok másféle dolog kell, ezért van nekem sok másféle dolog. Látjátok, ez mind más-más dolog kell a képhez, amikor dolgozok képekkel. Itt még nem nagyon rendeztem el. Itt vannak teák, kávék, magyar ízesítő, meg mindenféle más, amit meg nem tudom hova tegyem. Aztán le. Itt van egy ilyen pantry, itt vannak mindenféle dolgok, és nagyon mély. Úgyhogy kellett leírnom, hogy mik vannak bent, hogy tudjam. Itt tárolok pár ilyen sütési eszközöket. Itt tárolom a... nem ez. Ez a kettőn kívül. Ez mind gluténmentes féle lisztek. Mivel én allergiás vagyok a glutenre, én sütök glutenmentes liszttel, és mindegyik más-más féle, hogy próbáljam ki, melyik a legjobb, mert én nagyon-nagyon-nagyon utálom a glutenmentes dolgokat, mert ők undorítóak. Itt van pár eszközök, ezek a kések, amik ilyen nagyon éles cuccok. Itt meg van mindenféle ilyen segítő eszköz. Ez meg hoz megfogni. Szóval itt minden nagyon hasonlít egymáshoz. Passzol, úgy értem. Itt nagyon kevés hely van, mert beleütközik a hűtőbe. Szóval ez a hűtő nem ide való. Nézzétek. Boom. És itt fent azt hiszem van egy vágódeszka, amit nem tudok kihúzni. Szóval ez röviden, már látjátok, itt van egy vágódeszka. Amerikában általában minden konyhában van egy ilyen vágódeszka. De én nem használom, mert egy pár vágás és tönkre megy, utána fognak téged kérni, hogy adj nekik pénzt, hogy megjavítsák azt. Szóval itt olyan dolgokat tartok, amit nem nagyon használok, mert alig bírom kinyitni. Aztán itt is vannak pantry, szóval kaja cuccok. Sütés, főzés, minden. Ja. Yeah. És ebben tárolok pár dolgot. És lent is lehet. Aztán abban a mosogató alatt tárolok csak ilyen mosócuccokat, és mellette van egy mosó izé. És ez az is illik hozzá a cuccomhoz. Itt vagyunk a szobámba. Elég nagy ahhoz képest a másik lakásokhoz, amit néztem. Vettem egy ilyen tartót, amit akartam csinálni belőle, ilyen inspiration rack, hogy beletenni a legjobb dolgokat, amit szeretek. De viszont nem nagyon fér ide, és kicsit hülyén néz ki. Ott szoktam tölteni a telefonomat este, mert gondolom, hogyha ki kell szállnom, az egész át kell másznom innen odáig, amikor reggel csörög az ébresztőm, akkor jobban fel fog kelni. Aztán itt van szekrény, és ott vannak az állataim. Azok a kettők. Aztán itt vannak egy pár olyan ruha, ami
mindent fog felakasztani, szóval itt vannak szoknyák, gatyák, és én használom egy japán nőnek a módszerét, hogyan kell ezeket eltenni. Szóval ők nem egymás tetén fekszenek, hanem így, így egymás mellett. Szóval így könnyebb látni, hogy mi. És így tartom olyan ruhákat, amik általában nem feketék. Szóval vannak pulcsik, és más tudtok, és az alján vannak meg ilyen pizsamák. Mellette van meg egy ilyen sárkányos illatosító, én nagyon szeretem, mikor jó illatos a ház, és ez a kilátásom. Szóval kb. Úgy, mint az az ablak, úgy néz ki, mikor emberek ide benéznek, és itt van rögtön a balkon. Aztán itt van még két bútor, de ezekben csak ilyen hülyeségeket tárolok, aminek nincs más helye. Itt van, kezdek ide tenni pár ilyen konyhai cuccokat, mert én többet főzök, mint más. Harry Potter könyv. Igen, üres. És mikor nem tudok aludni, vagy könyv, vagy rajzolok valamit. Mellette van egy ilyen lámpa, amit majd megmutatom, hogy néz ki. És én nagyon szeretem az ágyam, mert ilyen kis cuccok vannak a végén, és alul is. Úgyhogy ez ilyen szép. De viszont mivel ott van az a tekercs, az miatt túl hosszú az ágy. És itt vagyunk, általában szoktam hagyni egy pohár vizet minden este. Ott van a pókom, Azi. Ő sajnos meghalt, de viszont nem akartam eltemetni, úgyhogy taxidermit csináltam rajta. Megnéztem YouTube-on, hogy kell, és megcsináltam, vettem neki egy házikót, és ott van velem. Oké, itt van egy másik, és itt is konyhai cuccokat tárolok. Itt ilyen sütő formafélék. Aztán itt is formák, meg minden más dolgok. Itt tárolok tésztát, mert a konyhában nincs hely. És itt is vannak a tészták. Ezek még a karanténból, úgyhogy van még pár. Aztán ezután jön a fürdőszoba. És még nagyon tetszik ebbe a szobába az, hogy van itt fent ilyen propeller. Szóval nem kell a kondit bekapcsolnom, ha melegen van, hanem csak ez. És ott a lámpa is. És átmegyünk a fürdőszobába. Szóval itt van négy polc, amiben csak tárolok pár dolgot, amit máshol nem tudom eltenni. Szóval itt van négy, és fele üres, úgyhogy nem tudom, mit csinálják vele. Szennyes. Ezt a szőnyeget találtam Amazonon. Mielőtt beköltöztem, én már tudtam, hogy nekem egy hosszú kell, és volt egy ilyen vision, hogy látom, hogy miért akarok, és nekem nagyon fontos volt, hogy a végén legyenek ilyenek, ezek. És hogy ilyen kicsit furcsa mintás legyen, hogy ne legyen nagyon egyszerű, de ne legyen nagyon csicsás, és pont ezt találtam Amazon, és nagyon megtetszett. Itt van a kézmosó, tükör, felette lámpa, ott a ruhaszoba, WC, és a legjobb rész a zuhanyzó. Nincs fürdőkádam, csak zuhanyzom. Szóval elég nagyon nagy ez a fürdőszoba, ő hatalmasan nagy. Én akkor szeretnék minimalista lenni, de viszont vannak olyan dolgok, amit nem akarok nagyon eldugni. Úgyhogy ott vannak pár sminkek, egy gyertya, kézmosó, virágparfümök, pár dolog, és ittben vannak sok olyan cuccok, amit küldtek nekem. A kozmetikumos helyek küldtek nekem, fésű, meg szerintem, hogy el van takarva. Szóval ez így óriási. És van itt három fiók, plusz egy nagy. És azt tetszik, hogy külön-külön van a lámpa, ha ide jövünk. Ezt ki lehet kapcsolni,
és csak a másik marad. Viszont én észrevettem, hogyha ezt kapcsolom, és a másik lekapcsolom, mikor zuhanyzok, akkor ott látom magam, és meg tudom mosni az arcom, anélkül, hogy féljek, hogy belemegy a szemembe szappan. Ilyen a fürdőszoba. Szerintem hatalmas. Nézzétek meg. Ja. Olyan, mint egy szoba. Oké, menjünk be a ruha szobámba. Hát igen, szerintetek mi a kedvenc színem? Itt van pár dolog, amit elkezdtem festeni. Sapkák, egy bútor, ami nem tudom, mit csinálják vele, de mosoltattam dolgokat. Ott van egy lepedő, ilyen nagyon fluffy. Aztán itt vannak táskák. És azt én festettem. Utána ott vannak fent cipők. Úgy csináltam, hogy egyiket tettem előre, másikat tettem hátra, hogy lássam, hogy milyen a sarka. És ott egy macska. Itt van pár fehér dolog, aztán ezeket úgy rendeztem el, hogy itt az egyetlen fehér ruhám. Itt vannak ruhák, szóval mindenféle ruhák. Aztán jönnek a hosszú ujjú dolgok. És utána... nehéz a kamera! Utána ilyen kabátok. Aztán rövid ujjú dolgok. Szóval ezek ilyen rövid ujjasak, látjátok? Utána jönnek az ujjatlan dolgok, és egy pár fehér dolog. Aztán itt is van egy ilyen felakasztó, de viszont nem tudom oda mit tegyek. Tettem oda két bőrönd, és többi más tudsz, amit még el kell rendeznem. Szóval ennyi volt a ruhás szekrényemből. És ez elég hatalmas, ez hatalmas szoba, olyan, mint egy kis lakás Japánba, vagy Kínába. Így beférek, tudok nyújtózkodni. Szóval van itt egy egész... szexéltem. Van itt egész nagy, sok-sok hely, amit lehet valamit csinálni. Tornázni, vagy beköltözni. Azt is én csináltam régen. És innen átugrunk a balkonhoz. Szóval egy ilyen üvegajtó, és azt le lehet zárni. Aztán itt még nincsenek sok dolgok. Fel akarok tenni pár lámpákat valahova ide. Ez. Innen fentről csapak víz, és hát ilyen zöldé csinálja a falat, és egy olyan nagy foltokat hagy. Ez minden nap jön, úgyhogy állandóan mosom, de mégis minden nap, úgyhogy mondom, leszarom, maradjon ott. Vettem egy ilyen kis szett, kinti szett, ez volt $500, ami szerintem elég drága ehhez. De viszont nagyon jó az állaga, hogy ezt vettem. Aztán ez itt volt, ez volt fekete. Ezt is lefestettem, belül ilyen szürkés, kívül ilyen zöldes kék, és akartam marad, hogy ilyen kopott kinézete legyen. Aztán vettem egy ilyen vízkutat, amit még nem találtam ki, hogy működik. Én vagyok a legtetején, és innen ezek a szomszédjaim. Mindenkinek üveg balkon van, nekem meg ilyen szürke. Így lehet látni. Nagyon sok lakás van. És lent van ez a Zen Walk. Itt, amikor itt sétálsz, akkor ott van ilyen leülőhely, és megy a zene, és nem csak pihenni. Ott is van egy leülőhely, szóval ott van egy ilyen vízesés, és itt már megy, ott lesz a barbecue és a grillek. Szóval
én nagyon szeretem, hogy itt van egy csomó hely, úgyhogy itt lehet tésztát gyúrni. És még nem mutattam meg ez a mosó. Ő nagy, szép, de viszont mikor mosogatok, akkor mindig a oldalapra beszorul dolgok. Viszont nagyon tetszik ez a felső része. Vettem egy ilyen műtulipánt, és mindenki azt hiszi, hogy igazi, és akarja locsolni. Azt mondják, hogy nincs elég víz benne. Aztán vettem még egy ilyet, tököt, egy fehér és egy ilyen zöldes kék, ami nagyon illik a mindenhez itt. Nincs reggeli ebédlő asztalom, mert itt nincs hely, viszont ennél van egy ilyen kicsi, és ide tettem két széket. Ez a két szék volt olyan barna színű, mint az, és én befestettem, hogy ide ilyen. Szóval, ha elveszed azokat a dolgokat, akkor itt minden illik egymás színéhez, mert a fal is egy kicsit olyan más. Szóval, ez a konyha. Már láttátok a régi videóba, mikor kerestem lakást. Ajtó mellett van egy ilyen, és itt benn van mosó, szárító, aztán mellette meg mindenféle dolgok. Oda betettem egy pár ilyen eszközök, amit nem tudtam más helyre. Itt majd el kell rendezni, kis rekuperálván. De ez itt van, és oda lehet felakasztani a dolgokat. Ez mellett található a könyvespolc, és rajta van mindenféle szírszar. Szóval ott vannak könyvek, meg más-más dolgok. Ezt is én festettem be, úgy csináltam, hogy itt a belső része ilyen szürkés, és a külső meg ugyanazzal a színnel, mint a székek. Hegedű. Vettem egy nagyon jó ilyen hegedű tartót interneten. Aztán vettem egy pár ezek, ott van illatosító, az ott egy könyvtartó, mikor dolgozok, és igen, könyvek. És innen lehet kontrollálni, hogy milyen hőmérséklet lehet csinálni. Aztán itt vannak egy csomó-csomó kapcsoló, még most se emlékszem ezekre, mert ott a ajtó mellett is vannak, szóval az egyik. Ez, a másik, ez, a harmadik, ez, és ezt lehet fel-le, így, ez szép. Aztán a harmad, ez meg a nappaliba, ez meg fogalmam sincs. Szóval a konyha után jön a szobám. Rögtön ezután jön a dolgozó asztalom. Ott vannak hátul pár dolgok, amit el kell rendeznem, de itt vettem egy ilyen dolgozó széket, és ott van a nagy gép, a kis gép, a hangra, és ezt a szép asztalt találtam egy ilyen kicsi, teljesen ilyen nagyon kicsi bútor boltba, ami, ahol nem is gondoltam volna, hogy fog találni asztalt, mert van neki egy ilyen kis izék, meg két polc, ami nagyon tetszett, szóval nem olyan csak egy kocka fa darab, hanem egy kicsit szebb. Mellette van egy művirág. Egy művirág. Okay, szóval én akartam egy ilyen kind of ilyen rustic style industrial stílusú berendezni butort, de hát az nagyon drága lett volna. Szóval találtam egy ilyen kanapét, ami ugyanúgy néz ki, mint amit akartam. Csak én akartam, hogy ilyen barnás bőr legyen. Ami volt olyan kb. 4-5 ezer. Ami nagyon sok szerintem. De viszont, ha van embernek pénz, akkor meg lehet venni. De most éppen annyi nem volt egy kanapére, úgyhogy elmentem ezzel. Ennek az ára 1500 dollár, és ez ugye Martha Stewart, és ő nem bőr, hanem egy kicsit ilyen nagyon finom. Szóval így nekem úgy tetszik, hogy le lehet rajta ülni, nagyon kényelmes. Aztán vettem egy ilyen asztalt hozzá, ezt fel lehet nyitni, majd megmutatom később.
És mögötte van még egy műrág. Mellette egy ilyen kis asztal dísznek, és látom egy ilyen széket, amin én tetszik, hogy itt vannak ilyen bigyók. Ez illik pont a színe minden máshoz, és arra van kint a kinézet. Szék, párna és székek mind ill egymáshoz. És itt hátul található egy tévé, ami nincs bedugva. Alatta meg egy ilyen bútordarab. Ez a két bútordarab egy szedbe jött. Itt van egy ilyen nagyon kis aranyos doboz, amit találtam, és benne tárolom a kamerai cuccok, és utána ott a balkon. Mondtam, hogy ezt fel lehet emelni. Most meg is mutatom, hogyan. Először ezt levesszük. Ezt így. És... így megáll. Meg kéne fordítani, és akkor lehet itt ülni a kanapén, és ezen az oldalon enni. És bent meg tárolsz dolgokat. Utána csak... vissza. És ezt nagyon óvatosan kell, mert ha nem, akkor magától le fog esni. Láttátok a lakás belülről, most nézzük meg kívülről. Ilyen az egyik medence este. Szóval csináltam egy ilyen kis esti felvétel, és itt rögtön mellette a kondi. A kondik mellett másik oldalon van egy zuhanyzó, meg vici és a grill ott a végén, ahol áll egy ember. De ez a kondi egyik része, ez a kondi két emeletes. Ez az alsó emelet, és ott lehet látni a másik emelet. Itt van egy ilyen kis boxos hely, majd egy pár jó dolog. Eddig csak kétszer használtam, mert be van zárva a vírus miatt. Mikor beköltöztem, be volt zárva, utána egy hónapra kinyílt, vagy 3 hétre, és utána megint bezárt. Ez, ahol vagyunk, ez a Zen Walk. Itt megy a víz, le lehet ülni, lehet meditálni, és ahol itt vagyunk, ez meg egy ilyen grilles hely. Itt vannak ilyen párnák, és körülötte emberek, nem tudom, hogy az emberek, akik itt laknak, vagy a lakás, ültettek zöldségeket, meg fűszereket, ilyen thyme, oregano, és pár más dolog. Itt látható, ott volt paprika, csípős paprika, utána van eper, utána van 3 fa, ilyen citrom, zöld citrom, tök jó. Mikor Tündi volt itt, mondta, hogy több grill lehet látni, mint emberek. Ez az egyik tűzhely, ahol este le lehet ülni, és a másik oldalon nincs semmi, úgyhogy... látsz az eget. Ez meg a másik medence, itt van 2 medence, egyik kicsi, ahol láttátok a székek, ott csak ilyen feküdni lehet, szóval olyan, kb. Olyan 40 centis mély, ahol csak ilyen feküdnek az emberek, a másikban meg lehet úszni. És itt vagyunk, grillezzünk este, ahol mutattam, ahol voltak a székek. Ez meg a reggel. Ott vannak ilyen arc székek. Hátul vannak ilyen kabánák, ahol le lehet feküdni. És itt van egy clubhouse. Ez most le van zárva. Újra. Nem lehet ide jönni, de viszont itt van ilyen pool. Azt a játék dolog. Itt van egy minigolf. Ide kell hozni a saját golf cuccaidat, és akkor tudsz játszani ingyen. Minigolf. És ez volt az első pool, első medence, most napközben. Így ilyen elég szép. Itt volt, mikor grilleztem másnap. És mentem napozni. Így elég szép itt, viszont ez az épület épült nemrég, 2017-ben, és látjátok, mivel nincs mellettünk semmi ott, azon részen, ott itt nem... valamikor nem nagyon jó a telefonadás. És ez a tető,
az egyik tető. Itt is van egy ilyen tűzhely, és onnan látszik a város egyik része. Hátul vannak grillek. Itt van 2-3 tűzhely, azt hiszem. És itt volt másnap, mikor grilleztem újra. Ott is vannak ilyen játékok. Van TV oldalt, és itt lehet grillezni. Okay, szóval ennyi volt a lakás bemutatóról. Erről nem tetszett. Szerintem így nem néz ki nagyon otthoniasnak. Fel akarok tenni pár lámpát a balkonra kint, meg talán itt még egy valami álló lámpát. Nem fogom festeni a falakat, mert általában itt Amerikában, mikor bérelsz, nem szokták festeni a falakat. Általában csak fehér szokott lenni, fehér falak, de itt... Itt én nagyon szerencsés voltam, hogy nekem nem csak fehérek a falak, van itt ilyen sötétebb szürke, és ami mögöttem van, itt ez. Ez olyan ilyen kicsit világos szürke, úgyhogy nekem az pont tetszik, mindenhez illik. Kíváncsi vagyok, mit gondoltok róla. Felvennétek engem, mint egy interior designer, azzal, hogy ilyen lakásberendező. Nem vagyok olcsó, csak hogy mondom. Igen, ennyi, ez a lakás. Elég nagy. Voltam már ismerőseimnél, akinek egyszobás azt jelenti, hogy egy hálószoba. Hány hálószoba van, annyi szobás lakás veszel ki, hogy például egyszobás, kétszobás, háromszobás, nagyon ritkán van négyszobás. Vagy stúdió. Stúdió az, amikor csak egy szoba, egy nagy szoba, és konyha, nappali és a hálószoba egybe van, az a stúdió. Egyszobás lakás, meg mint ez, van egy hálószoba. És itt nagyon hatalmas a ruhaszoba. A ruháinak a szobája hatalmas. A balkon is nagyon nagy, óriási. Konyha is elég nagy más helyhez képest, viszont láttátok, nem tudtam eltenni mindent, ahova kellett volna, úgyhogy bedugtam szekrényekbe. Igen, szóval ennyi volt ebből a videóból. Remélem tetszett, és ha igen, tudod, ott lent mit kell csinálni. Kíváncsi vagyok, mit gondoltok erről. Úgyhogy találkozunk a következő videóban.